Pályát állítanak fel kalocsán a művelődési ház udvarán, amit november 25-től már használatba is vehetnek a korizni vágyók. Emellett az elkövetkezendő másfél hónapban a város 10 különböző helyszínén több mint 30 program várja az érdeklődőket lesz a sportcsarnokban egy nagy rock karácsony, egy nagy rock rendezvény, a régi októberi kalocsai hagyományos rockfesztivált gondoltuk újra, és az adventi időszakban fogjuk megrendezni, lesznek színházi előadások, többek között láthatják majd a diótörőt, de láthatják majd Bíró Eszter gyermekkoncertjét, és alapvetően láthatják majd a mesék a Csárdás királynőről, újévi operettgálát. De lesznek templomi hangversenyek, térzeneprogramok, színházi előadások, kézműves foglalkozások, és számos más szórakozási lehetőséggel is készülnek a szervezők. A karácsonyi vásárt az érseki palota előtti főtéren tervezték, de mivel az ott folyó munkálatok még nem fejeződtek be, így az az idén elmarad. Az adventi vasárnapokon viszont a hagyományokhoz hűen közös gyertyagyújtásra hívják az érteklődőket ilyen nagy program kínálat és ilyen nagy program kavalkád még nem volt kalocsán. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, és bízom abban is, hogy a koronavírus és az a pandémiás hullám, amiben most vagyunk, ez a negyedik hullám, ez nem fogja majd felülírni az események megtartását. A Kalocsai Innovációs Központ ügyvezetője elmondta, az adventi időszak a várakozásról szól, ez alatt a négy hét alatt hangolódnak rá az emberek az egyik legszebb ünnepünkre, a karácsonyra, és ebben most ez a programsorozat is segítséget nyújt majd.